Az iskolakezdés miatt idén szeptember 20-áig meghosszabbították az ingyenes, méhnyakrák elleni védőoltásra való jelentkezést városunkban. Ugye mi 5 éve kezdtük ezt a programot 2010-ben, azóta majdnem 900 kislánynak tudtunk segíteni ezzel az oltással, teljesen ingyen. A fájdalmat kellett, hogy viseljék a lányok, amíg megszúrják őket a doktornénik. A költségeket nyilván teljes egészében az önkormányzat viselte. Körülbelül 60 millió forintot költöttünk erre az oltási programra. Nagyon-nagyon fontos az ügy szerintem, mert hogy évente 1500 édesanyát veszítünk el, felnőtt hölgyet veszítünk el országos szinten. A mi városunkban is néhány hölgy eltávozik közülünk a méhnyakrák miatt, holott ez egy olyan betegség, amely szűréssel és leginkább a védőoltással kezelhető, megelőzhető. Az iskolák is minden évben segítettek most is a felhívás közétételével, eljutatják a szülőknek az erről szóló tájékoztatót, és utána az orvosi ügyeleten a Béla Király körtéren szakemberek, orvosok oltják a kislányokat, behívják előzetes egyeztetéssel a lányokat egy ilyen oltási időpontra. Körülbelül 5 perc alatt megtörténik ez. Pici szúró fájdalmat éreznek nyilván minden oltásnál. Nagyon gyorsan túl vannak ezen. 2 oltást kell megkapniuk a gyerekeknek. 6 hónapra az első után 6 hónapra kapják a második emlékeztető oltást. A jelentkezési nyilatkozatot mindkét szülő aláírásával a polgármesteri hivatal 3. emeleti 322-es szobájában vagy a portán lehet leadni. A szülőknek nincsen más dolguk, mint hogy amit az önkormányzat kiküldött tájékoztatót, azt elolvasni és a nyilatkozatot kitölteni, mind a két szülőnek alá kellene írni, és ide visszajutatni az önkormányzathoz, vagy hozzám a 3. emeletre, a 322-es szobába, vagy pedig a portán le lehet adni. Az első oltást mindenképpen szeptemberben szeretnénk megadni a gyerekeknek, de most, mivel kevés nyilatkozat érkezett vissza, ezért meghosszabbítottuk szeptember 20-ig a határidőt. 132 kislány szülőinek küldtük ki a tájékoztatót. Az iskolák természetesen elengedik a diákokat az oltásra. Egy ilyen oltásra mindenképpen elengedik őket, hiszen tudjuk, hogy ez mennyire fontos a lányoknak.